Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. Állati óra sikerült a mai adás, hiszen kutyák és szúnyogok is helyet kaptak benne, és persze még sok minden más is. Ázsiai tigris szúnyog. A lakosság segítségével igyekeznek feltérképezni a súlyos kórokozókat terjesztő inváziós fajt. Fejlődő balatoni régió. A Pannon Egyetem tudományos háttere segíti a döntéshozókat. Egyszerűbb kontroll. Egy hazai fejlesztésnek köszönhetően könnyebb lehet a cukorbetegek szemfenék vizsgálata. Másképp látnak. Az MTA ELTE neuroetológiai kutatócsoport azt vizsgálta, hogyan dolgozza fel a kutyák agya a látott arcokat. Az ázsiai tigris szúnyog veszélyes kórokozókat terjeszthet. Mivel ez egy inváziós faj, kezd elterjedni hazánkban. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete a lakosság segítségével igyekszik feltérképezni a faj előfordulását. A következő riportunkban nem csak a Citizen Science tudományos kampányt, hanem a tigris szúnyogot is megismerhetik közelebbről. Ezeknek az apró vérszívóknak a hangjától mindenkit kiráz a hideg. Kártételük azonban nem merül ki a fogcsikorgató bosszúságban. Noha ők maguk nem okoznak betegségeket, riasztó mennyiségben hordozzák azokat. Évente körülbelül 500 millió embert fertőznek meg agyhártyagyulladással, nyugat-nílusi lázzal vagy maláriával. Az utóbbi évtizedben hazánkban is több invazív faj jelent meg, melyek közül az egyik legveszélyesebb az ázsiai tigris szúnyog, amely akár 22 féle vírust terjeszthet. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy a változó környezeti hatásokkal párhuzamosan ugye történik egy adaptáció a szúnyogok populációiban, és nagyon fontos tudnunk, hogy ezzel párhuzamosan mi történik az általuk terjesztett kórokozókkal, mik azok az kórokozók, amik esetleg megjelennek, mik azok, aminek a terjesztése felgyorsul. Tehát ahhoz, hogy ezeket megértsük, ismernünk kell a szúnyogoknak az ökológiáját. Így a szúnyogkutatás első lépése, hogy feltérképezzék az újonnan megjelent idegenhonos fajokat is hazánkban. De ehhez a lakosság segítségére is szükség van. Az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete felhívásban, lakossági tudományos kampányában kéri az emberek támogatását. A probléma az, hogy nem tudunk ott lenni minden helyen Magyarországon, és egy óriási segítséget jelent számunkra az, hogyha mondjuk kijelölünk egy fajt, jelen esetben a tigris szúnyogot, és azt mondjuk, hogy arról szeretnénk, hogyha a lakosság beküldene nekünk mindenféle információt, hogyha esetleg látja, hogy hol fogta meg, mikor fogta meg, mindezt tegye úgy, hogy bizonyítható legyen, tehát kellene, hogy beküldjenek valamilyen bizonyítékot, az lehet egy fénykép, tehát az ember lefotózza az állatot, és azt küldi el nekünk e-mailbe, vagy pedig lehet egy maga a példány, amit szépen leüt, beteszi egy papírzsebkendővel kibérelt fiolába, és akkor úgy küldi el nekünk. Ahonnan pedig sok adat érkezik, arra a helyszínre kimennek, és igyekeznek maguk is befogni néhány példányt. Most is, hogy kimegyünk egy ilyen helyszínre, megmutatom, hogy kell felállítani ezt a csípőszúnyog csapdát. Ez egy ilyen standard csípőszúnyog csapda. A működési elve az, hogy van egy csapdatest. A csapdatestben található egy ventilátor. Ez a ventilátor ugye befelé szívja az állatokat. Ide fogunk tenni egy hálót. Ebbe a zacskóba gyűlnek össze majd az állatok. A természetben a szúnyogok felismerik és beazonosítják az ember szagát, érzékelik a hőmérsékletüket, lélegzetüket. Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, ebben az esetben mégis mi vonza őket a csapdához? Egyrészt azért jönnek ide a csípőszúnyogok, mert a csapda tartalmaz ezt a szaganyagot, ami gyakorlatilag a bőrünk illatát szimulálja. Másrészt pedig a széndioxid palackból széndioxidot eregetünk ki. Ugye mi magunk is eregetünk ki széndioxidot, és ez az, amire a csípőszúnyogok jönnek.
A tigris szúnyogot onnan lehet felismerni, hogy a fél centiméteres fekete alapszínű testén jellegzetes fehér foltok, csíkok találhatók. Illetve a hazai fajokkal ellentétben nem csak este, hanem egész nap bosszantják az embereket. Ilyen borítékba szokták az emberek nekem küldeni az állatokat. Tulajdonképpen ki is bontatunk egyet. Erről az állatról kiválóan látszik, hogy ez egy tigris szúnyog. Utána az állatokat beküldjük a laboratóriumba, gyakorlatilag az egészet bedarálják egy puffer folyadékban, kivonják belőlük az RNS-t, mert mi elsősorban vírus-RNS-ekre vagyunk kíváncsiak, lefuttatják egy PCR-en a megfelelő primerekkel, és akkor a folyamat végén kiderül, hogy van-e bennük kórokozó, amit éppen vizsgálunk, vagy nincs. A jó hír az, hogy egyelőre még nem találtak fertőzött példányt hazánkban. Az általa terjesztett veszélyes kórokozók megtelepedésének feltétele az, hogy a tigris szúnyognak nagy egyedszámú stabil populációja legyen Magyarországon. Ennek elkerülése érdekében pedig mi magunk is sokat tehetünk. Az ilyen kis tárgyakban, amit véletlenül kint hagyunk, vagy eldobunk, vagy valamiért kint maradt, azok kiválóan alkalmasak arra, hogy ezek az inváziós fajok ezekbe szaporodjanak. És ezért is nagyon fontos, hogy a lakosság tudja ezt, hiszen ha ezeket a tárgyakból kiöntjük a vizet, a fóliával letakart tárgyról leöntjük a ott ragadt vizet, akkor már is nagyon sokat tettünk azért, hogy ne saját magunk területén tenyésszünk csípőszúnyogokat. Így a Citizen Science-t tudományos kampányban a kutatók a lakosság segítségével nyomon követhetik, és feltérképezhetik az inváziós fajokat Magyarországon, ezzel megelőzve akár a jelenlegihez hasonló világjárványt is. Aki nappal lángos teszik, az este ott lesz a fesztiválon. Vagy aki nem szereti a fagylaltot, az biztosan nem megy étterembe. Nekünk ezek csak hóbortok, a turizmus kutatóknak viszont tudományos tények, amelyekre alapozva jelentős döntéseket hozhatnak, például a balatoni régió fejlesztésekor. Ízek, kirándulások, fesztiválok, strandolás Balaton. A hely, aminek már csak az említése is ezernyi emléket juttat eszünkbe. A tó jellegzetes türkiszkék színe, a vitorlák látványa azonban nem elég önmagában, hogy a Balaton térségében lévő települések, vállalkozások sikeres szereplőkké váljanak a turizmusban. A recept összetevőit szakemberek kutatják. Vannak kapcsolataink szervezetekkel, Balaton turizmusában érintett szervezetek, az egy szint. Itt mondjuk kiemelném a Balatoni Turisztikai Destináció Management szervezeteket, velük jó kapcsolatot ápolunk, itt akár egy-egy kisebb térségre, településre vonatkozóan is tudunk beszélgetni, segíteni akár egy stratégia kialakításában, bizonyos turisztikai kínálat felmérésében. A Pannon Egyetemen működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet célkitűzése, hogy az elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalatokat vegyítve szakmai műhelyként a balatoni régió turizmusának meghatározó szereplője legyen. Számtalan kutatási irány közül a térség turisztikai kihívásait is számba vették. Amíg a keresleti oldal is erősen korlátozott, akár abban, hogy mikor van hétvége, mikor van szünet a gyermeknek az iskolában, ugye addig nehéz olyan típusú élményeket kínálni, illetve az időjárás az sajnos erősen befolyásoló. Vannak olyan vitorlázók, olyan sportemberek, akik komolyabb, nagyobb szélben is tudnak vitorlázni, és ő náluk, vagy ő mellettük, ők persze nem akajukba élik ezt végig, de hasonló mozgást végez az ő hajójuk egy nagy viharban. A Balatonon az egyik jellemzője a viharnak, hogy nagyon hirtelen érkezik meg, ezért előfordul, hogy hiába indulnak el rögtön a partra a veszélyjelzés után, még így is maradnak a vizen hajósok. Ez ihlette meg ennek a kajutnak a megépítését, amiben vízreszállás nélkül bárki megtapasztalhatja, hogy milyen erők hatnak a viharban a hajóra. Ez a hajónak az épített része, ahova le lehet menni a vendégeknek, és mondjuk akár hajómérettől függően, akár fekhelyeket is tudnak kialakítani, benne konyha van.
Ahogy a teljes balatoni térségnek, úgy a felvidéknek is az egyik nagy kihívása az, hogy rossz idő esetén izgalmas programokat kínáljon az arra járó turistáknak. Ezért is alapították meg a Vitorlázeumot Balatonfüreden. A kiállítás nem csak a vitorlázókhoz szól, interaktív elemeinek és tárgyi emlékeinek köszönhetően alaposan megismerhetjük a vitorlások világát. Interaktív, de tárgyi emlékekre is támaszkodik az egész kiállítás. Nagyon új dolgokat próbáltunk behozni. Ez az üvegfelület, amin most állunk, ez például érzékeli, hogyha valaki rááll egy adott kockájára, és akkor a hozzá eső legközelebbi monitoron a kockához csatolt kisfilmet elkezdi vetíteni. De ugyanígy a teraszunkon olyan játékokat próbáltunk kitalálni, megvalósítani, amik mind-mind egyedi elkészítést igényeltek. A trendkutatók már azt is tudják, hogy hová mennek a múzeum látogatói a kiállítás után. A Batukiban feltérképezik a balatoni turisták által kedvelt tevékenységeket, pontosabban azt, hogy mi mihez kapcsolódik. Így egy-egy látványosság vagy attrakció könnyebben eljut azokhoz, akik valóban el is mennének oda. Jöhetne még nyugodtan vendég, meg helyi lakos is, csak hát, hogy mikor, meg hova. Ezt kellene egy kicsit jobban segíteni, de a turisztikai szakemberek vagy nemzetközi diskurzusban is már azért ott sem most már a túlturizmusról beszélünk egyre inkább, hanem egy kicsit az alulmenedzselt turizmusra, hogy egy kicsit a turistát is próbáljuk az iránt irányítani, hogy kevésbé látogatott, kevésbé zsúfolt helyet keressen fel. Széthúzni a turizmust térben és időben is. Ez egy komoly kihívás ma a szakemberek számára, hiszen az utazók ingerküszöbe is egyre magasabban van, és egy program ma már nem program. Aki ugye több kulturális tevékenységet fogyaszt, akár igen az említett városlátogatás, az is ugye egy sétát, akár egy étterem. Gasztronómia egyre inkább kapcsolódik hozzá, tehát hogy étterem látogatás az, hogy beülünk valahova az utazás során. Akkor van, aki ilyen természeti, inkább túrázók, akár vízisportok, kerékpározók mellé. Hát aztán nyilván a fiatalok a fesztivál, amellett akkor ők elmennek egy gasztro, egy vendéglátóhelyre. Egyre többet végzünk, átlagban talán olyan 4 tevékenység is belefér, de egyre rövidebb idő alatt. A természeti kincsek megőrzése és az épített környezet mellett a jövőt épp olyan jelentősen formálja a turizmus. Hiszen amellett, hogy tudjuk, egyre nagyobb az értéke annak, hogy kint legyünk a szabadban, még számtalan ismeretlen összetevője van annak, hogy egy-egy település kedvelt úti céllá váljon. Hazánkban jelenleg 1 millió cukorbeteg él. Az évente kötelező kontrollvizsgálatok jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. Azonban egy hazai fejlesztésnek köszönhetően már nem szükséges szemorvoshoz menniük, és a kellemetlen pupillatágítást sem kell elviselniük a szemfenék vizsgálatához. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáján értékelik a szemfenékről készült felvételeket. Forgatásunk napján gyönyörű napos idő volt, ami kitűnő lehetőség arra, hogy akár a szabadban végezzék munkájukat a szakorvosok helyhez kötöttség nélkül. Amit megkapunk, hogy hány éves az illető, mi a neme, illetve van-e cukorbetegsége, magas vérnyomása, van-e bármilyen szemészeti eltérés, volt-e valamilyen műtéte, amit esetleg érdemes tudnunk. És megkapunk 4 felvételt, 2 szemről külön-külön, 2-2, ami nagyjából lefedi a szemfenéknek azt a részét, ami alapján már meg tudjuk mondani, hogy látható a cukorbetegség jele vagy nem. Ha igen, akkor azt is meg tudják mondani a felvételekből, hogy milyen fokú a cukorbetegség, és szükséges-e további szemészeti vizsgálat elvégzése. Ha nem, akkor 1 év múlva kell megismételni a vizsgálatot a cukorbetegeknél. A szemfenéken először a kisereggben érújdon képződés jelenik meg. Ennek az az oka, hogy a inzulin hiányában a szervezet nem tudja felhasználni a cukrot, és érképződéssel reagált, hogy több cukor jusson oda. Tehát ez egy reaktív dolog. Ezeknek az ereknek a fala sérülékenyebb, ebből sokkal könnyebben keletkezik egy repedés, vérzés, ami a látást jelentősen korlátozza. Ezen kívül az éleslátás helye, ami egy
A valóságban akkora, mint egy gombostűnek a feje, ezt úgy hívják, hogy makula. Itt ödéma tud kialakulni, tehát a cukorbetegség során két okból keletkezik látásromlás. Egyik az éleslátás helyének az ödémája, ami szabad szemmel alig látható, viszont az OCT vizsgálattal nagyon jól diagnosztizálható és jelentős látásromlást okoz. Másik az erek falának a áteresztő képessége megnövekszik, vérzés tud keletkezni. Így néz ki az emberi szemfenékről készült felvétel, amit az úgynevezett fundus kamerával készítettek, majd átküldték értékelésre a Semmelweis Egyetemre. Az úgynevezett telemedicinális rendszer az ország számos pontján elérhető, többségében gyógyszertárakban. Nem lehet találkozni hasonló szoftverrel Magyarországon. Jelenleg kizárólag mi foglalkozunk ebben a telemedicinális kiértékeléssel, pontosabban ez a hármas összefogás, a Semmelweis Egyetem szemklinikája, a Műszaki Egyetem és az Első Magyar Optikus ZRT, tehát mi üzemeltetjük ezt és fejlesztjük állandóan. Hogy miért fontos ez, vagy miért jó ez, azért jó, mert nem csak a képet rögzítjük, és nem csak továbbítjuk kiértékelésre, hanem a képeket eltároljuk. Nyilvánvaló, hogy a GDPR-nak megfelelően anonim, de amennyiben fél év múlva vagy év múlva az ország bármelyik pontján visszatér egy vizsgálópontra, akkor a kiértékelő személyszorvos a Semmelweis Egyetemen a régebbi felvételeit is meg tudja tekinteni a páciensnek, tehát nem kell emlékezni az esetre, hanem folyamatában tudja nézni a szemfenéki képeket. A szemfenéki képből nem csak a cukorbetegségre vonatkoztatható információ jut el a pácienshez, hanem ha a szemészek egyéb elváltozást látnak, akkor azt is jelzik a betegnek. Korunk egyre gyakoribb betegsége az úgynevezett makula degeneráció, szintén észrevehető a felvétel alapján. Centrális nazális, illetve centrális és centrális nazális, és akkor elindítjuk a folyamatot. Felveszik az általános adatokat, és néhány perc múlva kezdődhet is a vizsgálat. A rendszer működéséhez informatikai kihívások sokaságát kellett teljesíteni. Itt van például a gyors adatáttöltés, amit a pontos diagnózishoz szükséges, nagy felbontású képek tesznek nehezebbé. Maga a szoftveres megoldás három fő komponensből épül fel. Gyakorlatilag szükséges azért egy megfelelően gyors internet kapcsolat, hogy működjön, és feltölti a képeket egy központi tárba. Ez egy felhőben futó megoldás, itt igazából a felhő megoldás biztosította azt, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk működni, és ez dinamikusan skálázható, tehát ha mi, akik a szoftvert folyamatosan figyeljük, hogy minden rendben működik, látjuk, hogy sokan használják, akkor mi tudjuk a felhő technológiák segítségével jól skálázni a rendszert, ami képes lesz már a nagyobb adatforgalmat is kezelni, és a szoftver komponensnek pedig, vagy szoftverrendszernek a harmadik része pedig az a kliens, amit az orvosok a kezükben tartanak egy tablet formájában. A vizsgálathoz nem kell a szembe cseppenteni, így nem lesz órákig rosszabb a látás, és akár a vizsgálat után rögtön a volánhoz ülhetünk. Az orvosok nem tudják, hogy kinek az adatait vizsgálják, számukra ez csak egy azonosító szám, tehát ez volt az egyik módszer, amivel a személyes adatvédelmet tudtuk biztosítani. A másik pedig, hogy a központi tárban, ahol az összes adat megtalálható, minden titkosítva van, ez egy elfogadott standard szerint titkosított dolog, és nem igazán lehet visszafejteni már onnan az adatokat. Súlyos esetben a cukorbetegség retina leválást okozhat, és akár vaksághoz is vezethet, de számos esetben jól kezelhető a cukorbetegségből származó szemromlás, ha időben felfedezik azt. A telemedicinális rendszerrel elkerülhetők a várólisták, hiszen a fundus kamera ma már valahány megyeszékhelyen elérhető, de kisebb városokban is a rendelkezésre áll. Az ELTE TTK etológiai tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. 20 kutya és 30 ember vett részt a különleges vizsgálatokon, de hogy pontosan hogyan is zajlott a kísérlet, arról már az MTA ELTE neuroetológiai kutatócsoport egyik kutatójával beszélgettünk. Korábban már számos kutatást végeztek, melyben az emberek és a kutyák viselkedését hasonlították össze. De ez az első olyan kutatás, amelyben egy nem főemlős faj és az ember
vizuális ingerekre adott agyi válaszait közvetlenül és nem invazív módon hasonlították össze. Az MTA ELTE lendület neuroetológiai kutatócsoport egy mexikói csapattal fogott össze, hogy elvégezzék ezeket az egyedülálló teszteket. Egy olyan izgalmas agykutatásos vizsgálatot végeztünk, amiben emberek és kutyák agyműködését hasonlítottuk össze. Ugyanazt a vizsgálatot végeztük el embereken és kutyákon. 30 emberrel és 20 kutyával végeztük ezt a vizsgálatot. Az volt a célunk, hogy megértsük, hogyan dolgozza fel az emberi agy és a kutya agy a másokról látott képeket. Mások arcáról, mások fejéről látott képeket. Az volt a feltételezésünk, hogy az emberi agy és a kutya agy bizonyos szempontból hasonlóan, bizonyos szempontokból viszont talán egész különbözően fogja feldolgozni a látott képeket. A kutatás során az emberek és a kutyák egy funkcionális MRI vizsgálatban vettek részt, amelyben más kutyák és emberek fejét előről és hátulról mutató rövid videoklippeket vetítettek nekik. A vizsgálat meglepő hasonlóságokat és különbségeket tárt fel a kutyák és emberek agyi válaszai között. Az emberek hanyatfekve, egy tükrön keresztül, a kutyák pedig hasalva nézték ugyanazt a nagyméretű monitort, amin egy kék háttér előtt emberek arcát és fejhátsóját, illetve kutyák arcát és fejhátsóját tartalmazó rövid néhány másodperces videókat mutattunk be. Azért videókat egyébként és nem állóképeket, hogy ezzel is biztosítsuk, hogy a kutyák figyelme hosszabban fennmarad. Ezeket a képsorokat figyelték tehát néhány percen át kutyák is és az emberek is, és aztán ilyen néhány perces mérésből készítettünk egyébként 6-ot minden egyes alannyal, kutya és ember alannyal, és ezeknek a méréseknek az elemzéséből jutottunk el aztán az eredményeinkhez. Nagyon érdekes hasonlóságokat és különbözőségeket is találtunk a kutya és az ember agyműködése között, miközben másokat néztek. Az egyik alapvető hasonlóság az volt, hogy a kutya és az ember agya is előnyben részesíti a fajtásakról látott képeket a nem fajtásakról látott képekkel szemben. Pontosabban úgy mondhatnám, hogy a kutya agyában és az ember agyában is találtunk olyan látásért felelős agyterületeket, amelyek kiemelten foglalkoznak, erősebben válaszolnak a saját fajtársukról mutatott rövid videókra, mint a másik fajról mutatott rövid videókra. Ami a nagyon meglepő különbség volt viszont a két faj között, az az, hogy még embereknél, ahogy vártuk is, ezek a fajtásérzékeny területek egy kis részét képezték csupán az arcérzékeny területeknek, és sokkal jelentősebb volt a látó kérgen, a látással foglalkozó területeken belül az emberi agyban az a válasz, hogy arcokra sokkal érzékenyebben reagáltak, mint nem arcokra. Addig kutyában pont az ellenkezőjét figyeltük meg, tehát azok a területek, amelyek kutyákra érzékenyebbek voltak kutyákban, mint emberekre, szintén nem érdeklődtek intenzívebben az arcok, mint a nem arcok iránt. A kutatás megkezdése előtt a kutyáknak egy tréningen kellett részt venniük. Néhány hónapos tréninget végzünk el minden kutyával. Ennek a tréningnek nagyon fontos szereplője a tréner és a kutya mellett a kutya gazdája is, aki ilyenkor hetente újra és újra eljön, részt vesz egy órás képzésen, otthon is nagyon sokat gyakorolnak, és szép lassan lépésről lépésre megértik az állatok, hogy pontosan mi az, ami itt a feladat. Ebben a tréningben egyébként a pozitív megerősítéses módszer mellett nagyon fontos szerep jut az úgynevezett modell-rivális tréningnek is, ami azt jelenti, hogy egy képzettebb, tapasztaltabb és egy kevésbé képzett, tapasztalatlanabb kutyát együtt tréningezünk. A vizsgálóasztalon ilyenkor általában először a tréningezettebb kutya fekszik, és a másik kutya őt figyeli, látja, hogy megdicsérjük, megjutalmazzuk a teljesítményéért, és hát hamar kialakul a féltékenység, a vágy ebben a kevésbé tapasztalt kutyában, hogy ő is szeretne legalább olyan jót felmutatni, ő is szeretne legalább annyira megfelelni annak a trénernek, annak a gazdájának, aki most éppen ott van és a feladatot adja. Ez az igénye a kutyáknak, hogy szeretnének szimpatikusnak látszani a gazdájuk felé, hogy szeretnének megfelelni a gazdájuknak, hogy szeretnének a kedvükre tenni. Ez nagyon jól használható ebben a tréning folyamatban. A kutyák tehát másként látják egymást, mint az emberek. A kutatásokat tovább folytatják, hogy ezáltal jobban megérthessük, hogy mik azok az agyi specializációk, amely valóban csak az emberekben alakulhattak ki, és mik azok, amik egy tágabb értelemben vett emlősajátosságot jelentenek.
Mai műsorunk véget ért, de remélem, hogy a jövő héten is találkozunk, amikor is olyan laborokba látogatunk, ahová átlagembereknek nincs bejárása. Adásainkat addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre az info@novumtv.hu-ra. Én mindenkinek csodálatos napot kívánok, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.